Elrabolunk, testvérem, elrabolunk. Korán van még csak délután, de az öcskösök hívtak már, hogy vár meg egy üveg viszkivel, és hogy nincs mese, engem is menni kell. És most TikTok térbe ugrunk. Csúi, tapossál bele! A mai videóban elmesélem nektek, kedves gyerekek, hogy hogyan lett ez a szöveg. Fifázgattál eddig? Az utóbbi év legnagyobb mémje. Fifázgattál? Úgyhogy tartsatok velem mindenképpen. Mert ez egy nagyon tanulságos videó lesz. Az eset úgy történt, hogy Mário, a török pacekú énekes szupersztár, a Rajosan 1 és a Rajosan 2 megalkotója, live-ban üzent barátjának, hogy ne számítozzon már annyit. Na jó van, csókolunk mindenkit! Nem, tesom, fifázgatunk! Ja nem sok, tesom, fifázgatunk! Fifázgattál eddig? A fifázgattál szöveg egy 2018-as livestreamből származik, mely a feltöltőtől a Kunu Mário bevadult címet kapta. The face of Giga Chad is truly a sight to behold. Mario próbálta rávenni szépöccsét, hogy éljen nagyobb társasági életet a testvéreivel. Legyen bekészítve pia! Mi van? Jég! Ekkor hagyta el Mario ajkait a legendás fifázgattál szöveg. Fifázgattál eddig? Eddig de most készülődj arra, hogy megérkeznek a testvéreid, és elrabolunk. De én, tehát én nem rabolok el egy embert. A videó elterjedésében az is sokat segített, hogy a FIFA szó hallattán beindult Mário pavlovi reflexe, és egy jókora adag szentelt vízzel ajándékozta meg a nézőket. Fifázgattál! Sajnos a videóból nem derült ki, hogy hogyan alakult az éjszaka többi része. Vajon tényleg ott volt 15 perc alatt Mário az ismerősénél? 15 perc és ott vagyok! És még azt se tudjuk meg, hogy vajon eljutottak-e Kolumbiába. Kolumbia az úti célunk, mert ott olcsó a... Német spré! Meg 100%-os a... Német spré! Vagy esetleg Mário is bepunyadt és együtt fifázgattak volna a barátjával. Ez örök rejtély marad. Mi vagyunk a szép fiúk, a modellek, a izék, tudod, aki be vagyunk propiszba, be vagyunk rúgva. Be vagyunk. Minden. What is he trying to say? Mario bemutatta a boxos öcsköseit, hogy tudják a nézők merre hány óra. Ő az öcsköse a testőröm. Mivel az öcskös a livestreamben rá is gyújtott a benzinkúton, ezért minden bizonnyal egy kamikaze testőről van szó. Fifázgattál eddig? És ez a szöveg már minden korosztályhoz eljutott. Fifázgattál? Nagyon jó voltam. Mário a gyerekek kedvence. Gyerekek, a matekot kéne tudni ilyen jól. A tananyagot tessék így beseggelni. Mikor volt a honfoglalás, hattyúk tava meg ilyenek? Tudom kívül, hogy mi honfoglalás, hattyútava, minden történelem tudásból nagyon ott vagyok. Az áldott jó közönség Mário fellépésein is a legnagyobb slágerét követeli a művész úrtól. Fifázgattál! Fifázgattál! Ki kell szolgálna a népet? Mário is felült a FIFA vonatra, és családbarát formában alkotta újra a legendássá vált mondatot egy kis költői szabadsággal. Semmit fifázgatunk. Fifázgattatok eddig, mert én ezt már nagyon nem van. Akkor az úti célunk Kolumbia, ahol olcsó a, meg 100%-os a... Német spré! Ezután következő klipjét a Jajunk című mozgásra motiváló himnuszt már szintén ezzel a jelenettel nyitotta. Te mit csinálsz, öcskös? Mit csinálnék, testvér? Hát fifázgatok. Fifázgattál eddig, mert most itt vannak a testvérek és elrabolunk. Ha amúgy nem lenne egyértelmű, a háttérből rögtön kiderül, hogy a jelenet a Balkánon játszódik. Ők is nagyon jól tudják, hogy hova kell tenni a törlőkendőt. A törlőkendőt? Konyharuhát. Kezd hatni a vodka, nem lehet ez gondma, mert gyuk el a kóla, pacet mindig a forma. Gyuk el a csávója, de rafinál, egy gyuri ember, de kicsi csapodár. A Johnny vezeti, meg hesszelem a gácsikat, hátul meg a szép öcsém. A trashre szomjazó Z-generáció körében reneszánszát éli Mário 5 évvel ezelőtti zene száma. Korán van még csak délután, de az öcskösök hívtak már. Nagyon erős gondolatokat hallhattunk a Budiból is. Nem lehet belekötni ebbe a komplex gondolatmenetbe. Ráadásul az emojiból ítélve még alkoholt is fogyasztanak ezek a lányok azokon a vad pénteki bulikon. Várnak egy üveg viszkivel.
Mário szelleme az informatika órákon is vigyáz a lurkókra. Hova fajul ez a világ, hm? Ők fogják kitermelni a nyugdíjamat? Bezzeg a mikorunkban mi még Gandalfot tettünk ki a monitorokra. De nem sok tesom, fifázgatunk. Fifázgattál eddig, eddig de most készülődj arra, hogy megérkeznek a testvéreid, és elrabolunk. Ezek a politeista mikroközösségek gyakran szentélyeket is emelnek isteneiknek. A 21. századi példaképek az égből tekintenek a tudásra szomjas lurkókra. A míves falfreskók nem csak a közösségi terekben díszítik a falakat, hanem a toalettekben is. Az egyik ilyen talált leletben Mário török pacek imát mond a dolgát végző öcskösökre, ami magyarul annyit tesz, korán van, még csak délután. Korán van, még csak délután. A fifázgattál hullám végig söpört az országon, és készültek belőle a feldolgozások. Mit csinálsz, tesóm? Semmit, tesóm, fifázgatok. Fifázgattál? Eddig? Például elkészült belőle a Jó munkás ember remix. Halló? Te mit csinálsz, testvérem? Falazgatok. Falazgattál eddig, mert itt a mixer, azt megyünk betolózni. Gyere! Ez legyen már a tanulság. Én már meg is érkeztem a hiperaktív ugrásommal, nem mondom meg, hogy hova mennektek, semmi közöttök hozzá, a következő videóban még találkozunk. Szoszi. Beírtam a címbe a jelenség szót, így igazi társadalomkritikus filozófus professzornak érzem magamot. Na akkor az urányom, mindenkit csokoltunk, mindenkit! Korán van még csak délután, de az öcskösök hívtak már, hogy válnak-e üveg viszkivel, és nincs mese nekem is menni kell. Lajosan fel is indulok, 15 perc is ott vagyok. Tudod, öcsém, hogy szeretem a Jack Daniels hűtve legyen, a Verdán fúros M-paket, ez a stéra nem mindegy. Stabilak vagyunk, mint a svájci frank. A Johnny vezeti, én megkezdelem a gágyikat, hátul meg a szép öcsém, török csukát, török a vér. Yeah. Spray.